Aki igaz szolgálatja által jószágot nyeren, az attól soha meg ne fosztassék. Tehát, ha jött egy olyan, jött egy királyváltás, most bocsánat, a profán a dolog, és az új király nem tehette meg azt, hogy elvette a régi megadományozottoktól, ami nagyon komoly dolog volt, hogy miért bíztak rá a Szent Korona testéből egy darabot, nem vehette el, és nem adhatta oda a saját leendő holdudvarának. Mert egy nem az övé, Szent Korona testéből van. Ősiség törvénye 1800 Széchenyi körül, most nem akarok hitelvilág stádium. Tehát abban az időben tessék keresni. Nem, nem, a magyar föld forgalomképtelen volt. Nem lehetett eladni. Birtokolni lehetett, hasznát szedni. Rábízták valamiért. Nem úszák regni koroné Szent Korona az estére. Ebből az országból egy darabot, ami nem más, mint a Szent Korona országa, Mária királysága, Mária tulajdonát még nem osztogatjuk el. Nagyon fontos, ezt először felolvasom a törvényt, és utána magyarázok. Ez hosszabb lesz. A nemesek engedelmet nyervén tőlünk szabadon mehetnek fiunkhoz, úgy, mint nagyobbtól a kisebbhez, és ezért jószágaikban meg ne károsítassanak. Az, aki fiunk előtt igaz törvény szerint vesztett, mi előnkben nem bocsátjuk. Sem azon pört, mely ő előtte kezdetett, míg ugyanott vége nem szakad. Ellenben a fiunk sem. Na, kicsit bonyolult a szöveg. Amikor egy királyfinak látszott, hogy ő belőle király lehet, nem az volt, hogy meghalt a papa, oda tették a magyar királyi trónra, aztán lesz, ami lesz. Magyarságnak korlátozott királyválasztási joga volt, le vagyunk kötve egy Turul dinasztiához, német nevén Árpádház, csak Árpádnak is volt édesapja, tehát Turul dinasztia, mi használjuk ezt, törekedjünk rá. És ugye nekünk voltak társországaink, tehát a próbaidős királyt kihelyezték egy társország élére. Tessék, megvédeni, törvénykezni, hadat vezetni. És ahogy majd ott te bizonyítottál, majd eldöntjük, hogy te Magyarországon is alkalmas vagy a királynak. Az Habsburgoknál ment, hogyha a gyerek ilyen nyácsorgató, menni nem tud, idióta volt, akkor is király lett belőle. Ez a spanyol Habsburgáknak kialása volt 1701-ben. Az utolsó spanyol Habsburg uralkodónak a kedves szülei, jól emlékszem, első fokú unokatestvérek voltak. Tehát 10 évesen a pari nem tudott járni, folyt a nyála, görbe volt a háta, és bocsánatot kérek, teljes impotens volt. Tehát ezért lett az örökösödési háború a spanyol Habsburgáknak a kihalása. Tehát, második Endre királyunk. Az ő fia, a későbbi negyedik Béla, itt még csak Béla királyfi. Őt kirakják Lodomérő és Halics, ez a mai, tehát a mai országok szerint mondom, Dél-Kelet-Lengyelország, Nyugat-Ukrajna és Máramarosziget. Tehát körülbelül ezt a részt képzeljék el. És itt ugye határos volt a kievi russzal, és onnan időnként betörtek, tehát ott a negyedik Béla, és elveszette ezt a területet, aztán haddal visszaszerezte. Tehát ő hozzá is lehetett menni, meg második Andráshoz is. Szabad bíróságválasztás. De amit második András elkezdett, azt nem lehetett negyedik Bélánál befejezni. Mert akkor még csak Béla királyfinál. Azért, mert nem tetszik az ítélet, nem rohanok át. Tehát az, hogy belső villongás legyen, ki a gyengébb kezdés, akkor nem lehet. De rábízom az ítéletet, és olyan, mintha én magam mondtam volna. Tehát fantasztikus a dolog, és ő maga korlátozza a második Endre magát, ha ott ezt mondta a fia, akkor az úgy van. A váraknak jobbágyai tartassanak a Szent Istvántól szerzetett szabadság szerint, hasonlóképpen a hospeszek is, akármilyen nemzetbeliek, az eleinte nekik engedtetett szabadság szerint tartassanak. Megint Szent István. Szent István törvénye, Szent István szabadságjoga. Megtartjuk! Pedig el lehetett volna törölni, mert az volt, ami nem volt. Nagyon fontos a 20-as kor. A tizedek ezüstön ne váltassanak meg, hanem csak azon, mit a föld terem, bor vagy gabona fizettessék. És ha püspökök ellen mondanak, mi nem segítünk nekik. A föld terményéből lehetett fizetni az egyházi tizedet, meg az adót is, ami nem arról szólt, hogy gazdagodjon a kincstár. El kell tartani az egyházat, el kell tartani a királyi udvart, a nemeseket. De ha nem termed semmit, hogy tartsa el? Hogy fizesse? Tehát ezért van az, hogy nem lehetett pénzzel kiváltani, ha nem termed semmi a földön, akkor hiába akar fizetni, nem tud, tehát adómentességet kapott. Tehát nincs az, amit látunk ilyen nagyon szép nyugati filmekben, hogy jönnek a lovasok, hogy király nevében elviszik az állatot, leülik a férfit, megerőszakolják a feleséget és felgyújtják a tanyát. Mert nem lehetett. Ha nem termet, nem tud fizetni. Ebben az évben így jártunk, gyerekek. Mindenki egyformán viseli a terhét,
A jobbágytól egészen a királyig. És még egy, a püspökök, ugyanis volt ekkor egy már több olyan eset, hogy a püspök azt mondta, hogy neki az ezüstbe kell. De az könyörögő mit jelent? A pénzhatalom bejövetele. Nem lehet pénzen megváltoztatni, és a püspök nem mást mond, a király elhatárolja tőle. És majd egyébként ő megbeszéli vele, mert apostol a király, tehát a püspöknek főnöke volt Magyarországon a király. És nagyon egyszerűen. Nem volt a pápának alá vetve. Ezt nem olvasom. Nagyon fontos a 23-as pont, a mi új pénzünk esztendeig tartson, húsvéttól fogva húsvétig, és a pénz olyan legyen, mint amilyen volt dicső Béla királynak idejében. A pénzhamisítás kizárása. Egyfajta pénz, egy évig van forgalomban. Tehát ha volt egy pénzhamisító, és ugye megpróbált játszani, hát következő évben lebukott, mert neki már más pénz volt forgalomban, mint addig. Kettő, kiszűrték a hamis pénz. Miért volt hamis pénz? Mert ugye a nemesfény tartalom volt, azért látjuk filmekben, hogy az aranypénzt hajtogatja, vagyis az ezüstpénzt, mert ugye az ót az elletom, az ezüstöt meg nem. De nálunk meg ugye ez úgy működött, hogy ugye ezt nem, tehát pénzhamisító következében nem tudott mit kezdeni azzal, amit esetleg meg tudod gyártani valahogy. Miért húsvéttől húsvétig? A legnagyobb keresztény ünnep. Nem a karácsony, Krisztus közé születik, nagy ünnep. A húsvét, amikor ugye a keresztfán meghal, pokorra száll, föltámad a halálba, és ezzel megmentette az emberiséget az áteredő bűntől. Ez a legfontosabb ünnepünk. És ugye, amit mondottam az elején, dicső Béla király idejében, a harmadik Bélára óta ekkor. Aki Európa leggazdagabb uralkodója van, szoktunk hozzá. A pénzverő kamara ispánok, sótisztek, vámosok, országok nemesei legyenek, ne pedig izmariták vagy zsidók. Ezt ugye azért szokták idézni, izmarita ugye Mohamedán, tehát ugye Ábrahámnak a fiai, Izsák és Izmael. Izmaelt ugye kiküldik a pusztába meghalni Izsák édesanyjának kedves tanácsára. És innentől kezdve a Mohamedánok és a zsidók gyűlölik egymást, Ábrahámig teljesen korrektek. Ez nem antiszemitizmus, egyetlen egy. Az ország kincsei azon emberek kezében legyenek, akik ezért az országért szívvel, lélekkel fognak tenni, és nem majd a saját hasznára fogjuk ott szedegetni. Nyugaton megtették, kiadták a zsidóknak a vámszedés között, a királyi 1000 forintot szeretnék, a többi a te dolgot. És ha te 1500-at szedett, akkor 1500-at szedett. Magyarországon nem lehet. 25-ös pont. Só az országnak közepén ne tartassék, hanem csak Szabolcson és Regészben és a végeken. A só az akkori világ olaja volt, tehát a legnagyobb kereskedelmi eszköz, só nélkül nem tudok tartósítani és főzni. Illetve lehet, csak nem sokáig, vagy nem túl finomakat. A tengeri sót ismerték, nem sokra tartották. Tehát a tengerből lepárolt sót, a bányászott sót, mint mondottam, Magyarország területe. Na most mi volt a lényeg? Ezzel kereskedtünk az ország határán. Egy kereskedő alapvetően kém volt. Ha azért, mert akart, ha azért, mert nem akart. Tehát jön egy verencei, örökké harcba álltunk. Mit fog nézni? Melyik útról?